akkor én Tőzser Tamás vagyok, a Microsoft CTO-ja, ez egy nagyjából 40 fős cég, Google partnerek vagyunk, és főképp szoftverfejlesztéssel, infrastruktúrával és big datával foglalkozunk. Az én mostani előadásom az most a szoftverfejlesztés és az infrastruktúrának olyan metszetéből lesz. Egy sikeres, több éves on-premise alkalmazást kellett GCP platformra átültetnünk, illetve a jelenlegi problémákat megoldanunk, és Csaba kollégám még ma elő fog adni egy big datás projektről is. Mindjárt meg lesz az előadás is, de addig is elkezdek róla beszélni, tehát az előadás során arról fogok először is beszélni, hogy mégis milyen volt ez a projekt, hogyan nézett ki a kezdeti állapot, aztán el fogom mondani, hogy mégis miféle problémák voltak az eredeti rendszerrel, amit meg kellett oldanunk, hogy is ment az átállás, aztán meg fogjuk nézni, hogy milyen plusz funkcionalitásokat szerzett a rendszer az átültetés során, illetve hogy a jövőben hogyan lehet továbbfejleszteni. Köszönöm. Tehát akkor ezt mondtam el eddig. És akkor nézzük is a rendszert. Ez egy egyedi CMS rendszer volt, ami egy autókereskedőnek készült. Itt elég sok egyedi dolgot kell elképzelni, és nem csak CMS tartalmazott, hanem nem tudom, ilyen kocsi konfigurátort. Tehát egy elég nagy és bonyolult rendszer. Nagyon sikeres, olyan ezeres nagyságrendű kereskedő használta, olyan nagyságrendűleg 50 országban. Ez fizikailag úgy nézett ki, hogy egy szerverteremben volt 6 fizikai gép, Ubuntu-t használtak, de mondjuk már egy régebbi verziót, aminek most pont lejárt már a supportja, KVM-eken futottak a VM-ek, és ez egy elég régi rendszer volt, és minden így kézzel volt menedzselve, tehát ez volt a kiindulási állapotunk. Úgy nézett ki ez a rendszer egyébként, hogy egy VM az egy országot szolgált ki, tehát nagyjából egy ilyen felhasználói csoportot, és a VM-en belül voltak property fájlok az egyes ország specifikus dolgokról. Amúgy Java alkalmazások volt ez az alkalmazás, nagyjából VM-enként egy átlag ilyen 5 alkalmazás volt, ezek Tomcat-en futottak. Postgres SQL volt, nem tudom, néhány gigabájtos adatbázissal. Tehát nem egy nagy adatmennyiség igazság szerint. A nehézséget inkább a rengeteg egyedi beállítás okozta, mivel hogy 1000 kereskedőnek rengeteg egyedi igénye volt, rengeteg egyedi Apache konfigurációk, voltak ilyen importer alkalmazások, amik mindenféle külső rendszerekből szereztek be adatokat. Tehát, hogy miért is volt szükség erre az egész váltásra? Tehát először is az ilyen fizikai hardverekkel sok problémák volt, hogy ha például az egyik merevlemez meghibásodott, akkor be kellett menni fizikailag a szerverterembe, és ki kellett cserélni, és ez egy olyan cégnek, akinek az IT az nem egy ilyen fő tevékenység, ez egy nagy problémát jelent. Erőforrás hiány volt, tehát ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk nem lehetett egy tesztkörnyezetet létrehozni az összes kereskedőnek, hanem volt egy fix számú tesztrendszer, amivel dolgozni kellett. Rugalmatlan volt az erőforrás kezelés, tehát amikor nem tudom, bővültek és újabb kereskedőket hoztak be, akkor nagyon nehéz volt ezt a folyamatos lódot tartani, hanem mindig felül kellett tervezni a rendszert, és így többet kellett költeni, és amúgy mostanra is eljutottak arra a szintre, hogy már újabb szervereket kellett volna venni, és akkor felmerült, hogy mondjuk ezt a cloudban is meg lehetni. De voltak más, annyira nem cloud-specifikus problémák, tehát például ez a kézeli menedzsment, ez fájdalmas volt, mivel hogy arra kell gondolni, hogy ha van 40 VM-ed, és mondjuk az egyik VM-en valamit máshogy konfigurálsz be, aztán elfeledkezel róla, az hatalmas szívás, mert egyrészt lehet, hogy ez külön problémákhoz vezet, de hogyha még nem is akkor, de mondjuk majd egy év múlva, amikor egy másik változtatást csinálsz, és már rég elfeledkeztél arról az egy különleges VM-ről, akkor minden összeborulhat. A deployolás sokáig tartott, mivel hogy 40 különböző VM-re kellett kézzel ezeket a változtatásokat megcsinálni. Nehéz volt egy új tesztkörnyezetet létrehozni, vagy akár egy új országot bevezetni, és az is problémát jelentett, hogy mint mondtam, 50 országban kell kiszolgálni, és ezt egy magyar szerverteremből azért a latencyn ez látszott, amikor nem tudom, a kontinensen kívülről kellett elérni dolgokat. Ezekre mind-mind
megoldásra tudtunk nyújtani. Tehát a költözés menete az ilyen esetekben úgy néz ki, hogy egy VM-et azt össze kell rakni kézzel, tehát hogy megismerjük, hogy mégis miféle problémák vannak, azután pedig automatizáltuk ezt az egészet, Puppet-et használtunk, tehát Puppet-es templéteket hoztunk létre a VM-ek létrehozására, így az egyes rendszereknek a kialakítása az teljesen reprodukálhatóvá válik. Aztán persze kellett egy migrációs scriptet írni, amivel az összes adatot a régi rendszerből át lehetett tenni a Google Cloud platformon megtalálható VM-ekre. És ez úgy volt megoldva, hogy az on-premise load balancerben be lehetett egyesével állítani, hogy már a Google Cloud platformon lévő szerverek szolgálják ki a kéréseket. Ez azért nagyon hasznos, mert hogyha bármiféle lehetett, hogyha bármiféle probléma van, akkor egyesével ki lehetett vagy premise megoldáson fusson a rendszer. Okay. El akartuk kerülni, hogy a végfelhasználók mondjuk az admin egy napig nem tudták felkészíteni az oldalakat, tehát kimerték hogy ezen és ezen a napon nem lesz majd elérhető az adminisztrátor. Az exportok, majd ezeket beimportáltuk a GCP-be azon a napon, és így teljesen a felhasználók számára észrevétlenül ment a váltás. És igazándiból itt volt, nem tudom, több tanulság, tehát a legnagyobb probléma volt, hanem az, hogy ilyen ezres nagyságrendű ügyfélnek kellett például a DNS rekordokat átállítgatni, és ez egy nem technikai usernek azért elég bonyolult elmagyarázni, hogy erre pontosan miért is van szükség, és mit kell mondania, és kinek, és ezt mind-mind lelevelezni. És itt van egy ilyen architekturális ábra, és egyébként gondoltunk erre a jövőben, tehát úgy néz ki egy ilyen kérés kiszolgálás, hogy a DNS-szernek az egyes kereskedőknek lekéri az IP címét, szerver, ennek igazándiból az a nagy szerepe, hogyha később bármiféle ilyen architekturális változás lépne be, a kereskedőknek nem kell majd többször átírniuk azt a host nevet, max ennek a résznek kell majd itt GCP maradnia, de hogyha minden mást áttennénk a más cloudba, vagy akár visszatennénk on-premise-re, a kereskedőknek nem kéne többször ehhez nyúlniuk. Oké, az egyik legnagyobb ilyen üzemeltetési változást, azt maga okozta, tehát hogy most már nem kézzel automatizálni, erre Jenkins használ. Sokkal kényelmesebb, mint a korábbi rendszer volt. Nagyjából egy perc alatt lehet deployolni egy VM-et, ez ilyen több nagyságrendi változás a korábbi rendszerhez képest. És igazság szerint ez csak egy ilyen kezdő lépés, mert még rengeteg plusz előnyét ki lehet használni a GCP platformnak, tehát van olyan probléma például, hogy az egyes képek így országonként vannak cache-elve, és nem globálisan, ezeket mind-mind át lehet költöztetni Google Cloud Storage-ra, ami egyből CDN szolgáltatást is fog nyújtani. Meg lehet azt csinálni, hogy az egyes VM-ek teljesen stateless-ek legyenek, itt még olyan dolgokra kell gondolni, hogy például a session-ök meg a properties-ek se legyenek ott. Ez azért lenne nagyon előnyös, mert itt teljesen skálázhatóvá válna az alkalmazás, bármelyik VM ki tudná szolgálni bármelyik országnak a hívásait.
illetve az üzemeltetés szempontjából az is nagyon jó lenne, hogyha a managed szolgáltatásokat tudnánk használni, például RabbitMQ helyett a Cloud PubSubot, vagy mondjuk Postgres SQL helyett Cloud SQL-t, és akkor az üzemeltetésnek ezzel se kéne foglalkoznia. Ez nagyon előnyös egy olyan esetben, amikor az IT az nem egy core dolog az adott cégnél, hanem ők maguknak a kereskedőknek nyújtanak más szolgáltatásokat. Illetve a konténerizáció is még tovább vinni ezt az egész vonalat, még inkább reprodukálhatóvá válnának ezek az alkalmazások. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Van esetleg valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban? Oké. Van esetleg mikrofon? Vagy odaadom. Tehát a kérdés az, hogy van-e esetleg ilyen biztonsági mentés adatbázisokról például, és hogyan változott az ára az alkalmazásnak. A biztonsági mentés amúgy egy nagyon jó pont, tehát ez sokkal egyszerűbb ebben a rendszerben. Ilyen cloudos platformoknál le lehet snapshotolni a VM-eknek a diszkjeit, és mivel hogy ott vannak az adatbázisok is, így minden automatikusan lementhető, lehet csinálni egy egyszerű clone jobot, ami x óránként lementi a teljes tartalmát ezeknek a diszkeknek. Az áráról kapcsolatban, hogyha pontosan ugyanis szervert szeretnénk futtatni, az valamennyivel drágább cloudban, mint on-premise megoldásban, de az előny az igazándiból nem itt van, hanem hogy sokkal rugalmasabban tudja kezelni ezt az igényt. Tehát, hogy például nincs szükség annyi fizikai hardware-re, mint amennyi eredetileg volt, mert hogy a termény alacsonyabb, mert eddig muszáj volt a peak. Van esetleg más kérdés? Igen? A kérdés az, hogy GDPR szempontból ez a megoldás hogyan viselkedik. Tehát GDPR szempontból az on-premise megoldásnak is ugyanúgy vannak problémái. Ezen a GCP igazándiból nem változtat, mivel hogy meg lehet határozni, hogy pontosan hol tároljuk az adatokat, ebben az esetben minden adat továbbra is az EU-ban marad. Tehát hogyha az eredeti alkalmazás az GDPR compliant, akkor az is marad. Ez nem változtat rajta igazság szerint. Igen? Hát itt több időt is figyelme kell venni, mint mondtam, a költözés technikailag nem volt bonyolult, ami nagyon bonyolultá tette, az a rengeteg ügyféllel való kommunikáció. Tehát, hogy ez egy sok-sok hónapos dolog volt, mire mind az 1000 ügyféllel átletájtva a DNS rekord. Maga a költözés azt szerintem elég hamar megtörtént, de ez igazándiból egy továbbra is futó projekt, mivel hogy az itt jövőbeli fejlesztéseknek ír dolgokon továbbra is dolgozunk. Tehát így nehezen tudom megmondani, hogy melyik az a rész, amit csak a költözésnek veszünk. Maguknak, a VM-eknek a résztrehozása az elég gyorsan ment, az ilyen nem tudom néhány hetes időtartam volt. De ennél itt sokkal több változásról beszélünk. Más kérdés? Nem tudom, van-e még időm? Igen? Hogy az a kérdés, hogy rugalmasabb-e a Cloud SQL a Postgres SQL-nél. Igazság szerint a Cloud SQL mögött jelenleg csak MySQL van, és ezek a platform, ez a service-ként nyújtott SQL megoldások kevésbé rugalmasak, mivel jóval kevesebb beállítási lehetőségünk van. Ezeknek az előnye inkább az, hogy a menedzsment szempontból sokkal könnyebb őket kezelni, mivel adnak rengeteg olyan megoldást, amit hogyha kézzel kéne megoldanunk, az azért elég bonyolult lenne, tehát ilyen replikációkat automatikusan nyújt, és nem tudom, jó default beállításokat nyújt. Ez persze azt jelenti, hogy ha valaki nagyon ért a nem tudom, Postgrehez, akkor az jobban be tudja magának konfigurálni,